volt, hol nem volt, Somogyország zöld szívében, a Kaszói erdőben egy háromnapos vaddisznó terelő vadászaton vett részt egy lelkes belga csoport január végén. Úgy gondolom, hogy nagyon szép eredménnyel vadásztak. Ez alatt a három nap alatt közel 80 vaddisznót sikerült terítékre hozniuk. Amire ideértetek, az már igazából a végtisztesség megadása a vadnak. De hogy kerül mindez a kézilabda magazinba? Hát úgy, hogy Bakó Botond és a Csurgói csapat négy meghatározó játékosa erdőjárásra indult, hogy a kőkemény bajnoki küzdelmek előtt alaposan kiszellőztessék fejüket. A csapat fiatal edzője Bakó Botond még nem vett részt vadászaton, így érdeklődve szemlélte a bőséges terítéket. Egy érdekes rituálé, nem is tudtam, hogy a vadászoknál ez hagyomány, illetve hogy ilyen dolgok vannak. Szerintem egy nagyon érdekes és nagyon szép dolog volt ez a vadak búcsúztatása. Tekinthetjük ezt egy ravatalnak, ahol a kürcót halván ez minden nagyvad, illetve apróvad féleségnek van egy szignálja. Ezt minden alkalommal elfújjuk. Ugyanakkor Herbert Gáboréknál családi hagyománya van a vadászatnak, így a csurgóiak rutinos csapatkapitánya rezzenéstelen arccal figyelte a ceremóniát. Édesapám részéről, illetve nagybátyám, nagyapám is vadásztak, úgyhogy inkább történeteket hallottam, egyszer-kétszer voltam csak én kint velük, illetve az egyik legjobb barátom is erdész végzettsége van, illetve vele is voltam ilyen hajtáson, úgyhogy nekem nem ez az első, ami ilyen teríték, amit látok. Bakó Botond ez idáig inkább a bajnoki pontvadászatokban jeleskedett, de úgy tűnik, ő is kedvet kapott a vadűzéshez. Mindenképpen kipróbálnám egyszer, megnézném, hogy hogyan működik az elejétől a végéig. Ugye most a legvégét azt már sikerült látni. Én úgy gondolom, hogy egyszer sort fogunk erre is keríteni, hogy az elejét is megoldjuk. Herbert Gábor hajtóként már aktív szereplője volt több vadászatnak is. Azt gondolja az ember, hogy ez ilyen vicces, azt amikor ott van, akkor az adrenalin kicsit megugrik. Úgyhogy én fától fáig mentem, mindig bebújtom a fa mögé, úgy mentem. Hát itt azért voltak körülöttem tapasztaltabb emberek, de nekem mondjam, láttam balesetet is tőlem 10 méterre, tehát hogy amikor azért a vaddisznó kitör, akkor ő nem ismer se Isten, se hazát, úgyhogy azért ez egy veszélyes dolog, de nagyon szép dolog is, azt gondolom. Vendéglátóink Galamb Gábor és Pintér Szilvia jóvoltából kézilabdázóink részesei lehettek egy aranyos hagyománynak, nevezetesen a vadásze avatásnak is. Ez azoknak jár, akik életük első vaddisznóját és dánvadját terítették le. Az avatás az nem teljesen újdonság, ugye a sportolói körökben eléggé ismert dolog ez az avatás szertartás, és vannak nálunk is érdekességek. Hát nálunk nem botokkal verik el egymás fenekét, de meg vannak nálunk is a turpisságok. Baseball ütő? Hát igen, vagy akár jó minőségű cipőt is lehet. A csurgói KK legjobb lövőjét pedig mi más hozta volna lázba, mint egy távcsöves puska. Fegyvertartási engedélye nem rendelkeztek, ezért csak egy ilyen távcső bemutató, ilyen demótuson fogjuk ezt gyakorolni. Egy ilyen tartással jobb szemmel belenézel a távcsőbe. Vágödörbe gondolom. Igen, vágödörbe. Gyakorlatilag amit látsz benne, az egy sima standard távcső, nincsen benne sem piros pont, sem pedig egy ilyen geoid szálkereszt, egy hajszálkeresztes távcső. Jó. Miss Zoltán közben a kürtöt fújó vadászokat nézte irigykedve. Szerencsére csapattársai közül Herbert Gábortól és Szifra Tibortól is sokat elleshetett. Aztán minden a hőre, azt hiszem, hogy ráérzett, látszik, hogy ő már korábban volt, volt vadászni. Én most fújok először, de szerintem te már régebbi fújó vagy, nem cipi? Nem fújtam még soha, nekem is az első volt, sikerült elsőre, nagyon örülök neki. Ezt eléggé sokáig lehet tanulni, én egészen gyerekkoromban kezdtem még. Ha vicces akarok lenni, akkor azt mondom, hogy 2-3 év múlva nagyon tehetséges kezdők lehetnek a fiúk. Zolikának tudnám annyit javasolni, hogy tényleg, hogy egy kicsit most
ne értsük félre a helyzetet, de nedvesíts meg a szádat, mert eléggé ki vagy száradva. Mit adnál még tanácsként Zolynak? Hát, hogy ne szívja, hanem fújja. Tehát ez szerintem nagyon fontos tényező lenne, de én most érzem benne az erőt. Mutasd meg, légy szűrt, hogy csinálod? Mármint a csak a technikát? Nagyon. Zolynak azt javasolnám, hogy szerintem kis ember kis dudával kezdje, és majd utána térjen át a nagyra, hogyha az már megy. Oké, hát egyelőre nem tudok más mondani, a Zoli az megpróbálja megfújni a kürtöt, nem igazán sikerül neki, már majd beleszakadt szegényként, tényleg köpőcsönkét használja, fröcsög mindenki a kürtnek a végéből. A Zoli, próbálna még egyszer, feszítsd az ajkad. Sajnos nem. Sportemberről lévén szó, Miss Zoli nem adta föl. Taníts minket, légy szíves. Még vezetőedzője segítségét is kérte. Ne csücsöríts, légy szíves, ne csücsöríts. Ezt az instrukciót kaptam Bakómestertől. Jó lesz, jó lesz. Szép volt, Botti. A csúcson. Hát igen, a csúcson hagyta abba. Hamis volt egy kicsit, de majd még ő is próbálkozik tovább. Egy hangot próbálj meg kigyötörni abból a trombitából. Zolin kívül már mindenki megszólaltatta a hangszert, így végső elkeseredésében Bence László fővadászhoz fordult. Tudnál nekem egy kis segítséget adni abban, hogy ezt hogyan tudnám legkönnyebben elsajátítani, hogy lenyűgözzem őket? Hát sok gyakorlással. Hogy rányomod a fúvókát a szádra, egy ilyen szűkrésen kell belefújni, és gyakorlatilag majdnem olyan, mint hogyha ilyen szűksávon keresztül szeretnél fütyülni. Mindent megpróbált a csapat, volt újvárosi szélsője. És úgy tűnik, a sok-sok gyakorlás végül meghozta eredményét. Az igen. Az igen. Hogy fújja. Jöhetett a következő program. Demér Rózsitól pontosan tudjuk, hogy a vonat nem vár, úgyhogy a kaszói Erdélyi vasúthoz igyekeztünk. Teljes hosszában erdőben futó vasútvonal csodálatos tájon halad át. A vonatozást követő sétánk során azonban kiderült, hogy a láb környékén nem vagyunk egyedül. A belsősomogyi homokvidéknek a jelentetes hüllőfaja, a keresztes vipera fekete alfaja, ami csak itt a belsősomogyi területén található. A keresztes vipera alaptípusa az több helyen is előfordul Magyarországon. Mérges kigyóról lévén szó, ugye vipera család, csőfogú család, a fogai olyanok, mint az injekciós tű, tehát nagyon hatékony a fegyvere, mert az áldozatba befecskendezi a méreganyagot. Én nagyon-nagyon tartok ezektől az állatoktól. Szerencsére még nem találkoztam egyel sem. Nem tudom megmondani, hogy mi lenne. Szólnék szerintem a Hőri kollégámnak, hogy segítsem. Itt, amikor mondták, hogy felnőttekre nem veszélyes, csak a gyerekekre, akkor még itt voltak bennem kételyek, hogy itt valakit, hogyha megtámad közünk a kolátba is. De itt mondták a 40-50 kilós határt, így ezért megnyugodtam, mert azért úgy gondolom, hogy pár kilóval mindenki fölötte van között. Mielőtt a baláltató környékén esetleg szorosabb kapcsolatba kerültünk volna a keresztes viperával, inkább hazaindultunk. A csurgói játékosok így vígan dalolhatták, hogy elől ül a masinista, Bakó Botond az, aki a gőzöst igazítja. Nagyon sok dinamikus futást csinálunk, dinamikus lábmunkát, és úgy gondolom, hogy ez a dinamizmus ez a vezetésére is átlagadt. És azért gondoltam, hogy az elindulást is mindig azt kéri tőlünk, hogy dinamikusan induljunk, és szerintem ezt most
egészen ide is beágyazta ide a mozdony vezetésébe. Emlékszem, 7 éves voltam, amikor először vonatra ültem, és utána minden hónapban el kellett menni, de azért, mert körülbelül ugyanúgy vezetett az a sofőr is, vagy masinista, mint most Botond, hogy egyszer a előttem lévő ülést felel, meg egyszer meg a mögöttem lévőt. Innen azért, még ha valami olyan is van, akkor még talán ki is tudok ugrani, hogyha itt lesiklunk itt a sínről. Ott igazán jól vezet, a kezdéshez képest. Azt figyeltem, hogy a többiek nem mernek a Botondról rosszat mondani, de hát én meg nem tudok, úgyhogy... úgyhogy ezt a kagyart jól bevettük, úgy gondolom. Cifi, ez nem volt szép, a Boti volt szemben. Megjöttünk, gyerekek. Kanyar is volt az úton, nem csak egyenes volt, azt mennyire volt nehéz bevenni? Az eleje az nehéz, aztán már a közepéből jól jöttünk, úgy gondolom. Közben a háttérben egyébként fölkerült egy zászló a vonatra, ezentúl így fog tovább közlekedni? Hát mindenképpen remélem, hogy egy kicsit nagyobb sebességgel és dinamikával, de szeretném.